Idén is pályázhatnak Paks 2 ösztendéi programjára az atomenergia iránt érdeklődő diákok és hallgatók. A Paksi Energetikai Technikum és Kollégium tizedik évfolyamát már elvégzett tanulók fél évente 75 ezer forint támogatáshoz juthatnak így, ha a tanulmányi átlaguk eléri a 4,5-et. Az egyetemi alap vagy mesterképzést hallgatók pedig fél évente akár 300 ezer forinthoz is hozzájuthatnak, ha az átlaguk legalább 3,5. Számos egyetem hallgatói jelentkeznek, tavaly 7 egyetemről, most pedig 12 egyetemről lehet jelentkezéseket benyújtani. Hogy pontosan milyen feltételnek kell megfelelni, és hogy hova kell benyújtani, ezt a Paks 2 -nek a hollapján egy külön menüpontban elérheti minden érdeklődő. De nem csak az egyetemek listája található meg egyszerűen Paks 2 honlapján, hanem az ösztöndíj programhoz szükséges jelentkezési lapok is. Ezeket a kétoldalas dokumentumokat csak néhány percig tart kitölteni, a pályázatok benyújtására pedig még közel két hét áll rendelkezésre. A jelentkezési határidő az október 26-a éjfél. Én buzdítanék mindenkit, hogy aki egy kicsit is érdeklődik, az évszázad beruházása iránt, az nézze meg a honlapon, hogy mire lehet jelentkezni. A tavalyi két szak helyett, amikor is gépészmérnökök és villamosmérnökök jelentkezhettek, az idén már 11 szakra lehet jelentkezni. Idén például mások mellett már építészmérnök és mehatronikus hallgatók jelentkezését is várják az ösztöndíj programra Paks 2 munkatársai.